Üdvözöllek, Gyarmati Attila a marketingeszközök.hu oldalról, és most egy olyan programot, egy weboldalt szeretnék bemutatni neked, ami rendkívül megkönnyíti a projekteknek a menedzselését. E, igazából nem csak erre találták ki, rettentő sok mindent lehet benne használni. Én például napi szinten használom akár a cégkitűzéseimnek a kezelésére is. Nagyon jó használható akár mobiltelefonon, tehát egy Android appot feltelepítve, nagyon jól áttekinthető, lapozható, képek rakhatók bele. Most élőben ugye nem tudom megmutatni neked a weboldalon, mert hát nagyon sok személyes dolgot is tartalmaz, ezért kimásoltam például egy cépiacnak az anyagát. Itt például láthatod azt, hogy felsoroltuk azt, hogy mik a jellemzői annak a célpiacnak, akik felé mi szolgáltatunk itt láthatod azt, hogy egy-egy rövid mondatot írtunk hozzá, illetve képekkel illusztráltuk a jellemzőiket, a problémáikat, a vágyaikat. Ez azért nagyon hasznos így képekkel illusztrálva, mert amikor szöveget írsz, akkor ezt előveszed, előtte átolvasod, sokkal jobban át tudod érezni, és ugye sokkal jobb szövegeket tudsz majd ezáltal írni. Én most szeretném megkönnyíteni a helyzetedet, ezért egy komplett trello készített anyagot szeretnék neked átadni, képek segítségével, tehát annyi, hogy ezt igazából neked kell majd felvinni. Mi ezt szoktuk használni, van egy ilyen, ugye, hogy felsoroljuk a c -piacot. kik a C-piacot, mindegyiknél rá tudok kattintani erre, hogy add a card, ilyenkor felvisz egy ilyen új kis kártyát, képet tudok hozzárendelni, feladatokat tudok belerakni, amit ki tudok osztani, a, akár a azok az ember, azoknak az embereknek, akikkel együtt dolgozok, megjegyzéseket tudunk hozzáfűzni, folyamatosan tudjuk ezeket kezelni, archiválni, visszanézni, akkor a következő ugye az ideális vevő, a jellemzőik, problémáik, vágyaik, ugye ezt már mutattam, akár a, a c a döntési szempontjait ide bele tudom rakni, mi a termékszolgáltatása, szolgáltatás hatása, haszna, következménye a vevő számára, összegyűjteni a hitelesség erősítő adatokat, mibe vagy a legjobb, azaz pozícionálni, megtalálni az igazi versenyelőnyt, felépíteni ugye egy csali termékkel, a hollapodat, egy egyszeri ajánlat, különböző csomagverziókat ide fel lehet sorolni, képekkel illusztrálni, a kampányokat, mikor tervezel kampányt, ezt be is lehet időzíteni, dátumot is lehet hozzáadni, majd meg lehet akár adni azt, hogy a visszatérővevőidnek mit adsz, vagy egy külön VIP csomagot kialakítani, de akár az ajánlói rendszeredet is ide felviheted, hogyan fogod kivitelezni, illetve akár a garanciádat is, hogy milyen garanciát fogsz adni. Tehát egy nagyon hatékony eszköz, illetve kihangsúlyozom, hogy nem csak erre, hanem személyes célok kitűzésére nagyon hatékony, bármikor előveheted, használhatod. Szerintem nagyon szenzációs, meg kell tanulni ugye a használatát. Egyelőre angol nyelvű, de egy kis használattal szerintem elég gyorsan bele lehet jönni. Illetve az is nagyon jó, hogy le van egy ilyen, itt a képnél látszik, hogy subscribe, egy ilyen kis szemecske, ami arra jó, hogyha rákattintasz és feliratkozó, többen dolgoznak rajta, akkor automatikusan értesítést kapsz e-mailben, hogy valaki hozzászólt mondjuk valamelyik kis képhez, vagy az egész táblázatba valamit hozzászóltak, nem kell külön állandóan nézegetned, hanem akkor, amikor éppen valaki hozzászólt. Tehát nagyon sok mindenre használható, széles körül a, a lehetőség benne. Remélem hasznos volt ez a videó, köszönöm szépen a figyelmed, szia!